Nyári rádiós tradíciónk, hogy péntek esténként ismétlésben vasárnap kora este egy kötetlen csevegésre hívjuk vendégeinket, hogy meséljenek, sztorizzanak olyan kulturális élményeikről, melyek különösen nagy hatással voltak és vannak szemléletükre, személyiségükre. Mit olvasnak, mit hallgatnak, mit néznek, s talán egy óra múlva azt is megtudhatjuk, kik is ők valójában. Aki ma a klubban mesél, nos, ő tagadhatatlanul a fél életét a gyepen töltötte, azon a bizonyos szép zöld gyepen. Jelentős részben a Fradi, a Ferencváros színeiben, 24-szeres válogatott labdarúgó, a Kaiserslauternnel Bundesligát is nyerő középhátvéd. Az utóbbi 20 évben pedig sportmenedzser, televíziós szakkommentátor, Hrutka János. Szép jó estét, szervusz János, üdvözlő. Jó estét kívánok én is. Címben már is összeöltöztünk, mert hát ugye te most a Ha én ezt a klubban elmesélem című műsor vendége vagy, te pedig írtál egy kötetet nem oly régen. Ha én ezt a klubokról elmesélem, egytőről fakadunk, méghozzá egy 1977-ben készült NSK filmsorozat kapcsán. Te akkor 3 éves voltál, amikor forgatták ezt a filmet Siegfried Rauchal, a Nem kell mindig kaviár című sorozat, és ebben volt ez a bizonyos kulcsmondat, hogy ha én ezt a klubban egyszer elmesélem. Sorozatfüggő vagy? Netán láttad is ezt a sorozatot? Ezt 82-ben egyébként Magyarországon vetítették. 5 évvel a forgatás után. Bevallom őszintén, nem emlékszem már rá, de nagy valószínűséggel igen, mivel hogy ugye a 80-as években azért sok sorozat nem ment a tévében, és sok műsort nem lehetett látni. És mivel nagyon beragadt ez a kulcsmondat, úgyhogy valahonnan ennek érkeznie kellett legbelülről, szóval feltehetően láttam, és nagyon jól illett ahhoz a könyvhöz, ami azért nem most született, hiszen a 2000-es évek elején, amikor abba hagytam a pályafutásomat, ott ilyen első felindulásból úgy éreztem, hogy tud segíteni a többi fiatalnak, pályakezdőnek, sportolónak abban, hogy esetlegesen az én általam átélt, megélt negatívumokat, pozitívumokat figyelembe véve egy kicsit jobb irányba tudják terelni majd a pályafutásukat. Nem tudom, hogy ez mennyire sikerült, nyilván mai fejjel ezt már teljesen másképp csinálná az ember. Visszatérve egyébként erre a sorozatra, hát jellemző egyébként az akkori televíziózásra, hogy ez egy 13 részes NSK sorozat volt, és ebből a Magyar Televízió hogy nem, de 10 részt csinált, méghozzá oly módon, hogy a 10. rész 38. percénél jött egy élesvágás, és ugrottak a 13. befejező rész utolsó 8 percére, és ezt így összetették. Nem tűnt fel annak idején. Valahogy ez a 10 részes standard, ez úgy berögződött az akkori hazai magyar televíziózás történetében. Másfajta sorozatok is készülnek, amiben te színészként bukkansz fel. Méghozzá ugye van a Gól Királyság című sorozat, ami egy teljesen más platformon jelenik ma már, meg nem a televízió, a hagyományos televízió készülékeinken, hanem stream formában. Hogyan ért a meghívás, a felkérés? Végül is egy szakkommentátor vagy, tehát élhetsz színészi eszközökkel, improvizációval, színészi technikákkal, ezért is szólt neked a felkérés? Ezzel mindig nagyon jót mosolyogok, amikor velem kapcsolatosan a legminimálisabban is előkerül a színész kifejezés, hiszen ez abszolút rettentően távol áll tőlem, és nem is szeretném magam felruházni olyan tulajdonságok és képességekkel, amelyekkel nem rendelkezem. Könnyebbség, hogy tulajdonképpen valahogy magadat is kell formálnod, ugye egy szakkommentátor szereped van a sorozatban. A Csember FC sikerét, történetét követi ez a sorozat, egy olyan foci csapatét, amelynek női edzője van, és Gundel Takács Gáborral ti egy nagyon összeszokott páros vagytok, mint ahogyan a televízió képernyőjén is sportcsatornákon, tehát tulajdonképpen olyan nagy nehézség nincs, vagy mégiscsak? De nagyon sok nehézség van, hiszen teljesen más úgy szerepelni a tévé kamerái előtt, és különben ezt nagyon sokan meg is kérdezik, hogy de hát ez ebben mi van nehézség, mi az, ami gondot okoz neked, hiszen ezt csinálod nap, mint nap, és tényleg szinte minden nap szerepelek valamely csatorna sportműsorában, de teljesen más az, amikor kérdezik az embert, felkészül 8-10 csapatból, és elmondja a véleményét a kiegészítő adatokkal, információkkal, azzal kapcsolatosan, amit lát.
És teljesen más az, amikor egy előre megírt forgatókönyv szerint nem feltétlen a saját gondolatait kell először is megtanulni, majd elmondani. És talán nálam ez a legnagyobb probléma, és ezt mindig el is mondom, hogy az én agyam az teljesen másra van trenírozva. Szóval valóban nálam az történik, és így zajlik az életem. Ezért is készülök fel például minden beszélgetésemre, mert az egyik nap elmegyek egy műsorba, vagy egy összefoglalóba, ahol 8-10 csapatról kell beszélni, mérhetetlen sok információt, adatot beszívni az agyamba, és utána azt elmondani. Viszont a műsort követően, és ugye ez egy nagyon-nagyon hosszú felkészülési folyamat naponta, de viszont a műsort adást követően ezek az információk mennek a kukába, mert következő nap újabb 3-4-5-6 csapatról kell majd beszélnem és információkat mondanom, ráadásul úgy, hogy manapság a felgyorsult kommunikációval fűszerezett világban azért azok a szurkolók, követők, tartalomfogyasztók, akik a saját csapataiknak szorítanak, sokkal több információt tudnak a saját csapatukról, legtöbbször, mint maga a szakértő vagy a kommentátor. Szóval nekem úgy kell felkészülni, hogy nekik is tudjak érdekes információkat nyújtani és biztosítani, és ez egy nagyon nehéz feladat nap mint nap ezt megtenni, és ez azzal jár, hogy az én agyam nincsen arra trenírozva nagyon régóta, hogy én megtanuljak szövegeket, mert rövid távon felhasználom, és egy nap alatt ki is törlöm az emlékezetem. Persze ez a sok-sok információból azért vannak dolgok, amik megragadnak, de az, hogy nekem megtanulni kell ilyen szövegeket, szóval olyan nagyon régen fordult elő, ráadásul azzal sem árulok el nagy titkot, hiszen az első évadban azért ez látható volt a sorozatban, hogy ugye a 95%-a a mi szereplésünknek az stúdiós felvétel, hiszen a két kommentátor, sportriporter, az mindig a focivarás stúdiójából jelentkezik be. Na most ezeket a felvételeket, ezeket egy nap kellett felvenni, szóval még annyi könnyítése volt nekünk, mint az összes többi színésznek, aki szenzációsan játszik, és itt meg is ragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy nekem ez egy olyan ajándéktörténet, hogy azokat az embereket, akiket én nap mint nap látok a különböző színházak színpadjain, és tapsolok nekik, és csodálom őket, azokkal most együtt szerepelhetek, hogy ezt elmondani nem tudom. Nagyipari mennyiségben látod ezeket a színészeket, és erről majd szót ejtünk, hogy hogyan lett szívszerelmed a sportpályán. Viszont ez nagyon nehéz, csak ezt akartam ebből kihozni, hogy egy nap alatt megtanulni nekem az összes szöveget, az nagyon nehéz. Míg ők ugye egy-egy jelenetet vesznek fel naponta, nem kell hosszas szövegeket megtanulni, hiszen minden napra jut egy pici szöveg. Mondod, hogy minden beszélgetése, minden interjúra készülsz, legalábbis lehet, hogy lemodellezed. Én is meghökkenve láttam, hogy mennyi papírral, mennyi jegyzettel érkeztél erre a beszélgetésre is, és ebben nekem most kapásból eszembe jutott egy nagy elődés példakép szerintem mindannyiunk életében, Knézi Jenő, aki minden egyes mérkőzésre úgy készült, hogy a csapatokból a legapróbb jegyzetei is megvoltak színes kihúzókkal a szivárvány összes színében, és úgy érkezett meg a mérkőzés, hogy tulajdonképpen fejben szinte már mindent lemodellezett. Nem lehetett őt zavarba hozni. Azért mosolygok ezen, mert ez valóban így volt, én is ismerem Knézi Jenő történeteit. Viszont ugye 20-30-40 évvel ezelőtt, vagy akár még Szepesi Gyuri bácsiék korában is, azért legyünk őszinték, a rádió riporterek, kommentátorok azt mondtak igazából, amit akartak, mert nem nagyon volt képi visszacsatolás, és pláne információ, nem volt internet, nem tudták a szurkolók elérni azokat az információkat, amelyeket esetlegesen azok, akik közvetítették, azok mondtak. Ugye nagyon sok híres történet is van ezzel kapcsolatosan név nélkül régi nagyoktól, hogy közvetítettek valamit, és utána később vették észre például, hogy a vízilabda mérkőzésen ugye a magyarok más színben vannak, és akkor a végére kihozták. Hogy mert láttak esetleg egy fekete-fehér monitort, egy pici monitort, tehát magát az eseményt sem feltétlenül látták tökéletesen. Igen, és nyilvánvalóan különben ez adta a nehézségét is az ő munkájuknak, mert nekik is nagyon nehéz volt információkat gyűjteni akármilyen csapatról. Most
most már viszont ugye annyi platform van, és annyi adathoz, statisztikához jutnak hozzá a szurkolók is, ahol egyszerűen nem fér bele már az, hogyha az ember hibázik. És mivel én ennyi információval dolgozom, ennyi adattal, nekem szükségem van arra, hogy legyenek mankóim, amire tudok támaszkodni. Meg vannak olyan dolgok nyilván, amit szívesen elmond az ember, szívesen elmesélne azzal kapcsolatosan, amit csinál, amit szeret, és fél attól, hogy ezek nem kerülnek elő. Hogy ebben mennyire van különben ilyen megfelelési kényszer, ami szerintem minden olyan szereplőt jellemez, aki nagy nyilvánosság előtt megnyilvánul. Ez nyilván egy nagy kérdés, én nagyon bízom abban, nekem az egy nagyon nagy munkám volt önmegismerés és fejlődés terén abban, hogy ezeket leküzdjem. Szóval most már azért nem keserít el az, ami esetlegesen korábban, hogyha esetleg valamit rosszul mondok, vagy hibázok, vagy nem úgy van, ahogy azt én elképzelem. Hol látsz nagyobb színészeket és színészi teljesítményeket? A pályán, vagy azért mégiscsak a színházakban? Igen, ez egy jó áthallás. Hát nyilván összehasonlíthatatlan a két terület. És én szeretnék abban is hinni, hogy azért a pályán ez nem feltétlen jellemzi a sportot, azon belül is a labdarúgást. De nyilvánvalóan ezt nagyon jól rásütötték, hogy igen, vannak olyan játékosok, akik előszerettel teszik ezt meg. Viszont ugye itt is a tudományok integrálódásával, a technika integrálódásával azért ezek a dolgok most már hajszálpontosan kiszűrhetőek, visszanézhetőek a videóbíró megjelenésével. Azért ezeknek a száma szerintem majdhogy nem a nullához csökkent, szóval erősen redukálódott. Úgyhogy most már sokkal inkább, nem csak most már, hanem mindig is sokkal inkább azért a színpadon lehetett látni igazi teljesítményeket, színészi produkciókat. És ebből egyre többet kapsz, egyre többre vágytál. Mi volt az elfojtottság, ami téged távol tartott? Tehát az időbeosztás okán nem tudtál aktív sportolói pályafutásod közben színi előadásokat nézni, hogy most egy ilyen hatalmas nagy svunggal, tényleg nagyipari teljesítménnyel teljesíted, mi magunk is számos alkalommal találkozunk, látlak téged előadásokon, koncerteken. Hú, hát erre lehet, hogy egy külön műsor is kevés lenne, és nem is tudom, hogyan kezdjem, sok minden eszembe jutott. Talán hoznék egy aktuális példát, Szoboszlai Dominikot is emeljük be akkor a beszélgetésbe, ugye láthatjuk, hogy mennyire tudatos karrierépítésen keresztül milyen magasságokba tudott eljutni, ugye a Liverpool csapatához szerződött Lipcséből, minden idők legdrágább magyar játékosa lett ezáltal, akiért a legtöbb pénzt fizették ki. Ugyanakkor ismerve az ő történetét, gyerekkortól, születésétől kezdve, bennem mindig nagy kérdéseket vet az fel, hiszen mindenki csak azt látja, hogy Szoboszlai Dominik eljutott a legmagasabb polcra, hogy mit ér meg egy liverpooli szerződés, mit ér meg egy olimpiai arany másik megközelítésben és másik sportágban, hogy lelkileg olyan minuszokat gyűjtő fiatalembereket nevelünk, most nem akartam még durvább szavakat használni, vagy akár a lelki roncsokat is mondhatjuk, hiszen láthatunk nem egy sportolót a mai sportéletben is, aki kiégéssel szünetre megy, nem úgy történnek a dolgai, Cselacinak az elmesélt történeteit is ismerhetjük. Szóval, hogy mit ér meg egy siker? Hol van annak a határvonala, ahol még esetlegesen azt mondhatjuk, hogy igen, ennyit érdemes belefektetni egy eredményért. És az azért mesélem el, mert ez az én életemmel kapcsolatosan is tulajdonképpen így volt. Én egészen fiatal koromtól kezdve csak a futball, a tanulás és a pihenés létezett, ebben a háromszögben zajlott az egész életem, és ennek oltárán nagyon sok minden kimaradt. Nem volt olyan gyermekrom, amit akkor ugye nem fog fel az ember, hogy miben él, miben szocializálódik, viszont amikor kialakul egy ilyen egészséges igény arra, hogy fejlődjön az ember, hogy több legyen annál, ami hogy kipróbálja magát más területeken is, megnézze, hogy meddig érhet az a takaró, hogy hogyan tud esetlegesen eredményeket elérni olyan területeken is, ahol soha nem gondolta volna.
akkor nyilvánvalóan ez a szabadság vágy, ez egyre inkább elkezd nőni benne, és amikor vége van a pályafutásnak, legalábbis nálam ez így zajlott, akkor ez így robban, és akkor 30 éves voltam, és abba hagytam a labdarúgás, megszűnt mindenféle kötelem, megszűnt mindenféle megfelelési kényszer, amiről beszéltünk is, hiszen addig ugye édesapámnak például nagyon erősen meg kellett felelni, hiszen ő tolta nagyon ezt a futballista létet, ő 18 éves koráig futballozott, és nem úgy alakultak utána a dolgai, ahogy ő elképzelte, és az elvesztegetett álmait szerette volna bennem újra látni és megvalósítani, szóval meg kellett felelni neki, mindig meg kellett felelni tanulás terén, hiszen mondhatom, hogy azért szorosan fogtak a szüleim, amiért azért én hálás is vagyok nekik, meg kellett felelni aztán a szerződés után felnőtt csapatba felkerülve edzőknek, szurkolóknak, közvéleménynek, mindig figyelni arra, hogy mit csinál az ember, és amikor 30 éves korában vége ennek az egésznek, ráadásul szerződés szerint ugye nagyon sok minden tiltva is volt, akkor így hirtelen elérhetővé válik az egész világ, és kinyílik az olló. És akkor jött el, hogy nyugodtan mondtam, hogy eszement mondod, de tényleg őrült módján kezdtem el habzsolni azokat a dolgokat, amelyek kimaradtak az életemből, és ide beletartoznak a művészetek, a kultúra, az extrém sportok például. Voltak dolgok, amiktől féltem, meg ugye ez a része tiltva is volt, és akkor megnéztem, hogy jó, például bungee jumpingot, hogy 220 felett, szinte szó szerint egy hatalmas nagy, nem is tudom, milyen víztározó, igen, Svájcban. Hogy melyik a legnagyobb Európában, és akkor oké, azt is kikep, hát akkor menjünk, és akkor győzzük le a félelmeinket. Vagy ahogy a Himalájában te szerzetesekkel és Geszti Péterrel találkozol, és ott is rúgjátok a bőrt. Tehát, igen. De ezek is mind az ember határainak a feszegetése, És az a sok minden, ami kimaradt, és tényleg nem lehet összehasonlítani egy sportoló gyerekkorát szerintem azzal, ahogy a többi fiatal és generációs társai szocializálódnak, az mind-mind utána jött egy ilyen késztetés, hogy akkor na, itt az idő, hogy ezt az ember bepótolja. És hát ezt is ráadásul úgy, hogy ma már elmondható talán, hogy több az ismeretség és a barátság a művésztársakkal, mint a sportolókkal? Tehát tudom, hogy vannak nagy szívszerelem társulatok az életedben, ilyen a Katona, ilyen a Radnóti, Pintér Béla társulat, és a neved az nem csak nézőként irattatik, hanem én megtaláltalak például egy Katona pártolói listán, tehát hogy szívügyed, hogy segítsd például támogatásaiddal is ezt a területet. Ez is nagyon szerteágazó gondolatokat hívott életre, szóval nem is tudom, hogy honnan kezdjem. Lehet a napjainktól is, hogy téged megérintenek azok a hírek, amik most érkeznek a kultúra területéről, hogy hát a túlélésért küzdenek, a függetlenek. Hát ez mindenkit megérít szerintem. Nagy kontraszt lehet, amikor mondjuk elindulsz mondjuk a napod első felében mondjuk egy arénából, és megérkezel este a Jurányiba. Igen, ez azért nagyon ritka, mert hogy az arénában szinte alig megyek. Igen, stúdióban szóval sokkal többet láthatnak, igen, valamilyen színház nézőterén. De onnan kezdeném, hogy jó pár évvel ezelőtt a személyiségi fejlődésem egy szakaszán eljut az a pont, és szerintem, hogyha valaki érdeklődik az iránt, hogy mi miért történik az életében, és keresi a válaszokat minden egyes találkozására, élettörténésére, feladatára, hogy ez miért pont akkor, miért pont ott, és ebben kapcsolatosan neki mi a teendője, akkor előbb-utóbb eljut oda, hogy na jó, nézzük meg, hogy eddig mi is történt az életében, és mi az, ami örömet okoz, mi az, ami pozitív energiával, lelki folyamatokkal látja, eltölti el, és mi az, ami már nem valószínű, hogy az életének a része. És ez jó pár évvel ezelőtt, szerintem most már ez van ilyen talán 8-10 év is, amikor elkezdtem ezeket mérlegre tenni, akkor, és őszintének kellett magamhoz lennem, akkor azt éreztem, hogy a focival kapcsolatos dolgok, pláne annak okán,
hogy úgy éreztem akkor, hogy kezdi felváltani a szakmaiságot, a sokkal inkább a lojalitás, mint szerintem az élet más területén is. Úgy éreztem, hogy ez már nem okoz nekem örömet nagyon sok esetben, és rengeteg benne a harc, rengeteg benne a súrlódás, és ahhoz, hogy én boldog legyek, harmóniában legyek saját magammal, ezek már nem kellenek az én életembe. És nyilván kerestem olyan dolgokat, amelyek már addig is megvoltak, viszont sokkal nagyobb örömet jelentettek, és így abszolút elfordultam a kultúra irányába. És hogy milyen érdekes ez, hogyha most arról kezdenénk beszélni, és ezen nagyon sokat gondolkoztam az elmúlt időszakban, hogy ha ma kérdeznének meg arról, hogy végignézve az életemet, lennék-e újra sportoló, labdarúgó, vagy mi szeretnék igazából lenni, akkor nem valószínű, hogy a sportot választanám. Igen, ezen én is megsökkentem, radikálisan azt mondtad, hogy abszolút nem. Igen, sokkal inkább valami alkotói, művészi tevékenység felé fordulnék. Szerintem sokkal inkább ez vagyok én. Nem a jelenlegi képességeim alapján, mert nyilván nem ebbe az irányba tanultam és képeztem magam, hanem ez egy ilyen belülről jövő, nagyon erős érzés. Most már láttál is egyébként annyi előadást, és olyan összevetésekkel bírsz, hogy esetleg a szakkommentátorság egy kulturális szakkommentátorság is legyen, tehát kvázi kritikus vagy kulturális újságíró is tulajdonképpen bőven lehetnél az élményeid, az összevetéseid alapján. Bár a két terület nem feltétlenül ugyanazon mérce szerint működik, tehát míg nagyon objektív a sportterület, ott gólokra mérik, teljesítményre, eredményre, úgy a kultúrában minden szubjektív. Van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik. Tehát lehet, hogy ez a szubjektív szemlélet, ez téged most per pillanat jobban érdekel? Tehát, hogy kire milyen hatással van egy mű, egy teljesítmény, egy színész, egy művész talentuma? Azért szerintem ezen a területen is vannak objektív szempontok, nem véletlenül vágyálma minden színésznek az, hogy a legnagyobb budapesti színházakban lépjenek színpadra, de ettől függetlenül valóban jóval lazább a megítélése, és én különben ezzel kapcsolatosan sem vannak, vagy sincsenek előítéleteim, szóval én nagyon örülök annak, hogyha bárkinek akármilyen előadás tetszik, és csak jár, és fogyasztja a kultúrát, és ezáltal támogatja a rendszert, mert nem csak az alapján lehet, és visszakanyarodva az előző kérdésedre, és nem csak az alapján lehet támogatni valakit, hogy effektív az ember, anyagi vagy bármilyen formában segíti a társulatot, hanem azzal is, hogy elmegy és megnézi, hogy nálam például ez egy ilyen alaptörténet, hogy pedig nyugodtan mondhatom, hogy nagy képűség nélkül, hogy azért most már meglenne szerintem az a lehetőség is, hogy egy-egy esetben kapjak tiszteletjegyeket bárhol, de hogy nálam ez ilyen alaptörténet, hogy az a szolgáltatás, amit igénybe veszünk, azért fizetünk, mert hogy ezzel támogatjuk akár a zenészeket, akár a színészeket, a színházakat, ami jelen pillanatban ugye különösen fontos, hiszen láthatjuk, hogy milyen helyzetben vannak a színházak itt a megvont támogatásokat követően. És ez így alakult ki tulajdonképpen, most már nyugodtan mondtam, hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, de nem tudom, hogy hol találtad meg, mert direkt értem, hogy ne legyen fenn a nevem, mert hogy ezt vallom, hogy az ember nem csak színházakon, igen, hanem bármilyen nehezebb sorsú embereken is azért segít, mert hogy az a lelkének jót tesz, nem azért, hogy bárki tudjon róla. És hogyha történik egy olyan viszmajor, mint a COVID, amikor beütött 2020 márciusában, akkor te az elsők között csatlakoztál a Ne Vásd Vissza a Jegyed akcióhoz. Ez ugye arról szólt, hogy számos jeggyel bírtunk abban az időszakban is, és hát ezzel a színészeket és a társulatokat segítettük, hogyha ez nem ragad benn, de végül is nem kérjük vissza a pénzünket, ezzel kvázi életben tartjuk egy picit, nem tudtuk még, hogy ez mennyi ideig tart, de hogy ezzel is támogatjuk a színházakat, hogy ezt a közbülső időszakot valahogy vészeljék át. Úgyhogy mint egy ilyen kis nagykövet,
kiálltál amellett, hogy hát valamiképpen meg kéne segíteni ezeket a társulatokat nehéz időszakokban is, legalább ezzel a minimális gesztussal. Hát azért nehéz erről beszélni, mert ha visszakanyarodunk például a 2019-es madácstéri színházak melletti tüntetésre, akkor az embernek az az érzése van, ugye ott is például Pintér Béla felszólalt, és még a futballt is belefonta a beszédébe, hogy kipeckelt szemmel kell majd nézni a Magyarország Wales világbajnoki selejtezőt, hogy ez lesz a mindenki büntetése, aki ez ellen tesz a pokolban, hogy majd kipeckelt szemmel kell nézni egy nagyon jó Magyarország Wales világbajnoki selejtezőt, amit ő akkor elrontott, ugye, mert hogy az Európa bajnoki selejtező volt, de nyilván abban a közegben senkinek nem tűnt fel. És ez még a TAO törvényről szólt, a kulturális támogatások megvonásáról, még akkor nem sejtettük, hogy mi még ezek után itt az SFF-s térfoglalástól kezdve, hát gyakorlatilag a mostani időszakig itt a függetlenek és a függetleneknek megítélt támogatások lenullázásáig. Tehát, hogy mi minden 4 év következett el azóta. Igen, és ezért is akartam egy icipicit visszanyúlni, mert az az érzése az embernek, hogy folyamatosan segítségre van szükség, hogy mindig kell valami olyan akció, amivel túlélhetnek ezek a színházak, és láthatjuk, mindenki különböző formáját választja az esetleges megmenekülésnek, vagy a reménysugarak elkapásának, hiszen láthatjuk, hogy az Átrium hogy küzd megemelt árakkal, más valaki megpróbál híresebb embereket maga mellé állítani, és nagykövetekkel kampányolni. Szóval mindenkinek szüksége van valamilyen fajta támogatásra, és az elmúlt hetekben különben ez ilyen hatványozottan igaz, és tényleg hozzám, én úgy gondolom, csak a társulatok, hanem most már maguk az egyének is nagyon közel állnak. És az elmúlt időszakban is különben, most pont múlt héten Pintér Béla társulatának próbáltam megosztással, külön tartalmakkal segíteni egy picit, de említhetném a Tápszínházat is, aki ugyancsak bajban, olvashattunk, ha a táncra is átkanyarodunk egy picit Duda Évának a bejegyzéseit és tartalmait. Szóval, múlt héten Gergye Krisztiánnal beszélgettem. Igen, hogy ez minden területére kiterjed, és mindenkinek szüksége van a segítségre, és szerintem ez kötelessége is azoknak, akik picit nagyobb ismertséggel rendelkeznek, hogy azon a területen segítsenek, ahonnan ők táplálkoznak, ami szükségeltetik ahhoz, hogy a saját lelkük rendben legyen, és ugye azt szoktam, tegnap is ugye voltam egy előadáson, és azt szoktam mondani, hogy ez számomra ilyen lélekemelés, szóval valaki szeretné. Nemzeti Táncszínházban voltál, és egyre több úgy láttam az érdeklődésed most a tánc felé. A Győri Balett előadásán voltál múlt héten. Nem merek párhuzamot vonni, hogy mostanában, amikor ennyi szó van körülöttünk, akkor te olyan előadásokat választasz, amelyben tulajdonképpen szó nélkül a vizualitás, a mozgás, a látvány elemeivel operáló előadásokat nézel, ami esetleg a sporthoz is közel van, tehát a testkultúra. Ennek azért van egy nagyon egyszerű oka jelen pillanatban, leginkább az, hogy már ugye belenyúlt a nyárban és a nyári szünetben ezeknek az előadásoknak a kezdete, és ugye a Táncszínház az, ahol még lehet fogyasztani kultúrát, vagy szabadtéri színpadokon nyilvánvalóan, de én szerintem azért én 50-50%-ban fogyasztok színházi és tánc tartalmakat, csak most a színházi tartalmakra kevesebb az ember esélye, és sajnos, ahogy érzékeljük, és erről beszéltünk is itt az adás előtt, hogy egyre nagyobb a szünet is, egyre hosszabbnak tűnik a szünet, nyilván mindenki próbálja a legideálisabb gazdasági körülményt megteremteni a működéséhez, és sakkoznak a társulatok az előadásokkal, a kezdettel, a véggel, a rezsiköltségekkel. Spórolás, újratervezés, és azt látom, hogy egy kis kényszercsapda, vagy kényszerhelyzet is, hogy látom már a következő évad jegyárait, és mi, akik ugye nagyüzemi kultúrfogyasztók is vagyunk, hát azért féltem, nem csak magunkat, de a társulatokat, a színházakat is, hogy mi az a határpont, ami fölött már visszább veszik az eddig kultúrfanatikusok a támogatásukat a jegyvásárlásaikkal.
Hát látok már művészínházak esetében, a Radnótinál már 9000 forintos jegyárakat, a Katonánál már 10000 körüli jegyárakat, szóval, hogy nem kontraproduktíve az, hogy akkor viszont jobban megválogatják, és kevesebbet fognak menni. Nem látunk nagy jós tehetséggel előre. Féltem azért ezt a területet, és ezt a kultúrszektort. Nem véletlen, de erről beszéltünk, hogy nyilván az egy döntés kérdése, hogy ki milyen stratégia mentén próbál pénzt gyűjteni a működéséhez. Valószínűleg az a támogatói kör, aki effektív támogatást áldoz és szán a kultúrára, az egy meghatározott közeg, és ez a közeg nem tudja támogatásaival ellátni az egész rendszert. Ezért valaki nyilván a Katonát támogatja, valaki Pintér Béla társa, valaki az Örkény Színházat, és ugye ezek a támogatások megoszlanak a különböző társulatok között. Viszont van, aki nem tud ezzel kalkulálni, neki nem marad más lehetősége, ha tovább akar működni, ne adj Isten új darabokat, új bemutatókat akar szervezni, mint az, hogy megemeli ezeknek az árait. És ez számomra is hatalmas nagy kérdés, hogy hol az a pont, amíg még ki tudják fizetni azok az emberek, akik azért ugyancsak árérzékenyek a jelenlegi helyzetben, és rengeteg más területre is, akár csak a saját maguk ellátására is rengeteg pénzt kell, és plusz pénzt kell, hogy fordítsanak. De ez úgy látom, hogy ez minden területére az életnek azért kiterjed. Csak nem szabad elfelejteni, hogy valószínűleg a szórakozás, a kikapcsolódás az, ahonnan legelőször meg fogják vonni az emberek ezeket az összegeket. Igen. Hát ez most egy éles teszt és egy nagy kötéltánc, amit megélünk. No, de hát visszatérve Rutka Jánosra, a zene és a zenei érdeklődés, ha már itt szeparáljuk, vagy szeparálhatjuk a művészeti ágakat, akkor azt vettem észre, hogy kevésbé a dallamtapadás, ami jellemzett kedvenc előadókat tekintve, hanem itt is a tartalom, a gondolatiság. Valamikor elkészítette a Spotify, vagy a Spotify felkínálta neked a kedvenc játszási listáidat, és olyan nevek jöttek elő, mint Beg Zoli, Kis Tibi, Kollár Klemenc László és a többiek, tehát... A művészvonal. A művészvonal, tehát hogy mi az, ami fontosabb számodra, amikor zenével töltődsz? Akkor szintén a tartalom, a gondolatiság, vagy esetleg nem árt, hogyha az jól szól, és dallamok vannak benne, amit a Schusterinasok is fütyülnek. Érdekes, ha megkérdeznének, én azt mondanám magamra, hogy mindent is fogyasztok zeneileg. Ez tényleg hangulat kérdése. Ráadásul ugye most már nagylányaim vannak, akik ugyancsak rendszeresen hallgatnak mellettem, velem utazva, körülöttem különböző zenéket, és ugyanúgy meghallgatom azokat is. Évek óta kijárok például a Sziget Fesztiválra, nem feltétlen csak a zenei produkciók miatt, hanem ott rengeteg olyan plusz kulturális adalék van, ami szerintem egyedi és máshol nem nagyon látható, mint például a Nagy utca színházak előadásai. Hagyod magad sodortatni és meglepni? Tehát a mi generációnk, én idősebb vagyok nálad 6 évvel, de hát mondjuk te 47 évesen nem feltétlenül ismered az előadóknak a legjavát, sőt, hát évről évre, hát fergeteges nevek jönnek elő, de hát meg kell őket tanulnunk, meg kell őket jegyeznünk, meg hát volt itt egy covidos 2-3 év, ez is rengeteg fiatalt hozott fel, akik most debütálnak. Tehát egyszerre egy nagyobb eresztéssel, egy teljesen új vérfrissítéssel rengeteg előadó jön be. Ide is tudom kapcsolni a Sziget Fesztivál fellépőit, például nyilván mikor meglátja az ember a line-upot, és megnézi, hogy kik azok, akik érkezni fognak, hogy fogja a fejét, hogy Atya Úristen, ebből körülbelül 5%-ot ismer, de mondjuk én érdeklődő, meg nyitott vagyok tényleg minden irányba, úgyhogy mielőtt én kimennék bármilyen eseményre vagy napon, ott is végignézem azokat az előadókat, az összes előadót meghallgatom, akár különböző
zenei szolgáltatók által, és tudom azt, hogy mire szeretnék menni, és nagyon sok olyan előadót ismertem meg, eszméletlen jó előadókat, akikről nem gondoltam volna előtte, hogy az életem részeivé válnak. Mégis, amikor, ugye is visszakanyarodva megint az előző kérdésre, amikor saját magam választok dalokat, akkor ugye legtöbbször a magyar alternatív zene az, ami megfog, de nemzetközileg is inkább ezek a dallamok vonzanak, de ugye egy-két hete például voltam Rómában, mert úgy éreztem, hogy lelkileg nekem akkor, ugye szerveztem egy ilyen kulturális körutat magamnak, ami különben nagyon jellemez is engem, én nem vagyok egy ilyen tengerparton fekvő valaki, hanem állandóan magadnak menni és mozgál. Tehát akkor ez úgy történik, hogy van egy olyan életérzés, hogy na most kiszakadni egy picit ebből a hazai klímából, és akkor másnap te már Rómában vagy, és kevergeted a kávédat? Telibe találtad, mert ugye Róma volt az első állomás, de különben igen, és ennek az az oka, hogy egy picit hektikus az én programom és időbeosztásom, nagyon nehezen kiszámítható. Ugye az én munkáim azok szinte az egész napot felölelik, hiszen esténként közvetítek, majdnem minden este napközben vannak saját dolgaim, van vállalkozásunk, és akkor az ember nyilván az emberek az az érzése, hogy hát a munkaidő az reggel 8-tól délután, akkor kell dolgozni. Hát vagy hajnaltól kapod a diszpót, hogy akkor holnap még pótforgatás esetleg a sorozattal. Igen, és akkor mellette a forgatás, amelyet ugye nagyon sokan nem látnak, de ugye a háttérben azért ezek mégis ilyen 5 órás érkezés, és este 6-ig mennek a forgatások, szóval amikor munka van ezzel kapcsolatosan, az egész napot vesz igénybe, és soha nem alakul ki nálam az az érzés, hogy na most megérdemlem a pihenést, mert nappal dolgozni kell, este közvetitek, szóval én nagyon és terhelhető is vagyok, én úgy gondolom a végsőkig, szóval elég sok terhet elbír a vállam, és ezt nagyon sokáig így tolom hétről hétre. És aztán egy-két héttel mondjuk a nyári szünet előtt, akkor látom már, akkor kezd körvonalazódni, hogy hát ott van egy hét szünet, akkor azt ki kellene használni, mert hogy nekem is van szükségem töltődésre, és akkor leülök a számítógép elé, és akkor végigfoglom az egészet, az egész utazást. És most is így történt, és visszatérve a zenére, hogy úgy éreztem, hogy Ludovico Einaudit nekem látni kell, és hallani kell, és ezért mentem Rómába, ugye az Ennio Morricone amfiteátrumba, és ott hallgattam meg a koncertet, de másnap már ugye egy másik bak, mert ilyenkor a bakancslistás dolgaimat próbálom besűríteni, másnap már a francia Rivierán lépett fel az NDT, ugye a holland tánciskola csapata, amely a világ egyik legjobb táncalakulata, és akkor hogy tudok átjutni Franciaországba másnap reggel, és akkor átmegyek másnap reggel, ott megnézem, mert hogy NDT az egy bakancslistás történet, és akkor táncot nézek, és harmadnap meg Londonban már ott vagyok az operaházban, mert hogy ott meg balettot szeretnék nézni. Szóval ez egy ilyen eszement ilyen futás az idővel, és azzal, hogy abban a minimális szabadidőmben megpróbáljam azokat a dolgokat, amik engem töltenek magamba a szívni, és akkor így Londonba fejeztem be. Szerencsére Londonba különben az operaháztól a Royal Albert Hallig sikerült, ott több napot, 3 napot is eltöltöttem, szóval az egy szenzációs történet volt. Hát veled akkor egy futás lenne, mondjuk egy ilyen nagy kulturális kalandozás. Ez lehetséges, hogy párban, társaságban az ember nem is tudná követni, mert esetleg lennének olyan speciális igények, hogy na de hát lássunk már valamit a városból is, ne csak a koncerttermeket, ne csak az amfiteátrumokat. Igen, viszont azt azért el kell mondani, hogy főleg a sport által, meg utána azért privát úton is, nekem volt szerencsém elég sokat utazni, nagyon sok várost láttam, voltam turista is ezeken a helyeken, de most már nem szeretnék soha többet turista lenni, mert most már azok az apró finomságok, gasztronómiai, kulturális érdekességek érdekelnek, amelyek színesebbé teszik az ember életét. Az, hogy 5-5-ször megnézem a Big Bent, vagy a Tower Bridge-et, vagy a Trevik útnál csináljak 2 fotót. Ez is nagyon szép, igen, de hogy ez jó, és oda menjen a többi turista.
Kiszól nálad most a CD tárolódban, a hangszóróidban? Ha már fiatalságnál és újabb ritmusoknál tartunk, The Weeknd-nek a The Weeknd pár száma is, aminek nagyon egyszerű az oka, mert ugye kapcsolódik lányaimhoz, szerettek volna nagyon elmenni egyszer egy The Weeknd koncertre, és erre most augusztus elején lesz majd lehetőségünk. Ezt kapták még karácsonyi ajándékként, úgyhogy elviszem őket The Weeknd koncertre, és szerettem volna még jobban képbe lenni a zeneiségével. Magyar előadók közül ki az, aki a leggyakrabban szól nálad? Ugye most volt nemrég Fishing on Orfű, az nálunk baráti társaságban is az egy ilyen kötelező program elemként van jelen az évben. Ez amikor úgy igazából együtt tudunk lenni, és nagyon-nagyon szeretem a szervezettségét, a hangulatát és a társaságát, aki látogatja ezt a fesztivált. És onnan szóltak nyilván előadók, de hozzáteszem, hogy ugye Queen Bee-nek szenzációs volt a koncertje, és hallgattunk zenét, nagyon szeretjük, ugye Hipercar 30Y-t, és viszont vannak fiatal előadók is, akiket most már, vagy fiatalabbnak mondható előadók is, akiket most már követünk, ugye az Elefántnak volt egy elég jó koncertje, de ugyanúgy meghallgatok Krúbit, vagy Betonhofit is. Az irodalom nagyon korán megjelent az életedben, és mindig vannak óhatatlanul nagy motivátorok. Ez adódhat a családból, szülői, nagyszülői részről, pazar, hatalmas könyvtárat mondhattatok magatokénak, de kellenek a tanárok, a nagy egyéniségek is, mint például Patonyi tanár úr. Azt, amilyen információkkal rendelkezik. Talán itt az irodalom szeretete is itt alapozódik, meg Kőbányán, ugye? Ez a Kada utca, Méta utca, Sibrik, hát a nagy gyógyszergyári háromszög, ahonnan elindul a te sportkarriered is, ugye a Lombik csapatában már 6 évesen. Ugye nem csak a sportolói karrier, hanem hogyha megkérdezik a mai napig, hogy én hova valósinak vallom magam, akkor én azt mondom, hogy én kőbányai fiú vagyok, pedig amikor születtem, akkor még édesanyám még Csepelen laktak az anyai nagymamánál, de pár hónapos voltam, miután átköltöztünk Kőbányára, és különben Kőbányán születtem a kórházban is, a Bajcsi kórházban. És azért kötődik minden ehhez a háromszöghöz, mert apai nagymamám, ő vezető volt a Richter Gedeonban, amit akkor még Kőbányai gyógyszerárugyárnak neveztek, és nálunk az egész család a gyógyszergyárban dolgozott, és ez egy ilyen könnyebbség volt levinni engem a Kőbányai, akkor még Kőbányai Lombiknak hívták, aztán volt Fabulon, meg nem is tudom milyen névváltoztatásokon esett át a sportegyesület, de hogy egyszerű volt levinni a Kőbányai Lombikba egészen fiatalon, 5-6 évesen, hogy ott futballozzak. És így a gyermekeimet én Kőbányán töltöttem, és minden emlék oda kötődik. És valóban így volt, hogy nagyikám, Isten nyugosztalja, mindig kérdezte, hogy majd mit szeretnék egyszer, hogyha majd felnövök, és valamit ő adhat nekem, és akkor én mindig azt mondtam, hogy én egyetlen egyet szeretnék majd, a nagyon szép és nagyon tetszettek ezek a régi kötésű magyar és világirodalmat felölelő könyvei, és hogy én azt szeretném majd egyszerre megkapni. És akkor ez, ugye amikor elhunyt, akkor ez így is lett, hogy ez senki másnál nem ismerült fel kérdésként, de hozzáteszem, hogy szüleim is nyilván nagyon sokat olvastak, ami nálam azért teljesen őszintén azért volt egy nehéz történet, mert hogy én tényleg nagyon leterhelt voltam, nekem a tanulás meg a sport mellett nagyon kevés időm jutott bármi másra, és ez is sokkal élesebben talán akkor érkezett el az életembe, amikor már felnőtt futballista voltam, akkor kezdtem nagyobb számba könyveket olvasni.
De össze is ér és találkozik a te sportkommentátori tevékenységeddel, hogy játékos formát találtál ki, és találtatok ki párban mondjuk Somos Ákossal, amikor egy-egy közvetítés közben mondjuk híres neves költőink születési halálozási dátumaihoz is kapcsolódóan egy-egy közvetítés alatti 40-50 idézettel megspékeltétek a közvetítést, úgyhogy esetleg nem is feltétlenül fogott fel mindenki minden idézetet élőszószerűen, ti abból versenyt üztetek, és szerintem striguláztátok is magatoknak, hogy ki nyeri meg aznap este ezt a vers csatát, ki tud több idézetet mondani és beleékelni a közvetítésbe. Volt tehát akkor hova nyúlni, ugye egy ilyen hatalmas nagy családi hagyatékból és könyvtárból, hogy kedvenc költőid is meg tudtak jelenni, és meg tudnak jelenni. Ennek a gyökerei azért kicsit távolabbra nyúlnak vissza. Egyrésztről azt azért elmondom, hogy Somos Ákossal, ha akarnék, se tudnék versenyezni. Egyrésztről ugye magyar tanár, másrésztről hihetetlen mennyiségű mű van a fejében. Ugye most csinálnak ők is egy privát társulatot, szóval színészként, rendezőként is tengeti mindennapjait. Szóval amíg én készültem arra, hogy majd esetlegesen milyen versrészleteket, idézeteket vagy címeket fogunk elmondani, addig ő mindig ezeket fejből mondta. Úgyhogy Ákos tudása az tényleg kalapemelést igényel. De hogy ennek a gyökerei egy picit távolabbra nyúlnak vissza, hiszen minden tévés szereplő életében szerintem egyszer eljön az a mókás pillanat, amikor elkezdik piszkálni ismerősei, barátai, vagy akár csak a társai az adott médiumon belül, hogy na, úgysem mered, úgysem mersz egy szót beleszőni a mondatnódba a közvetítés során. És ez nálam is így volt a baráti körben. Volt egy, és van egy nagyon kedves barátom, aki úgy gondolta, hogy ebből mókát kell csinálni. Vele voltam különben az előző részben említett túrán a Himalájában, és akkor még az RTL klubban, az Európa Liga közvetítések mentén, ugye ott hárman voltunk, egy műsorvezető és két szakértő, ő mondta, hogy mindenkinek küld, és fog küldeni 3-3 szót, és ezt az egész műsorat akkor fűzzük bele, amikor akarjuk, és akkor az legyen verseny, ki hogyan tudja befűzni ezeket a szavakat. És nyilván ennek vannak és voltak határai, nem lehetett szexuális irányultságú, nem lehetett politikai érintettségű, szóval meg voltak szabva a korlátok, viszont ezen kívül bármi. És akkor az odáig fajult, hogy először jöttek könnyebb, de futballhoz nehezebben köthető szavak, ezek nagyon könnyen beillesztésre is kerültek. Majd például, amikor a Himalájában voltunk, akkor utána már mind a hárman olyan szavakat kaptunk, mint a jakcsorda, a sétabot, mint a függőhíd, és azért ezeket beszőni egy közvetítésbe azért nem a legegyszerűbb folyamat. Viszont ugye azt is mindig szem előtt kellett tartani, hogy a mi elsődleges és fő feladatunk az, hogy kiszolgáljuk a nézőket, hogy megfelelő minőségű tartalmat szolgáltassunk nekik. Szóval ez nem lehetett átbillenni a másik oldalra, ahol meg már csupán a magunk szórakoztatására mondunk dolgokat. És utána, amikor ugye a Spiller TV-nél az angol mérkőzések és a bajnokliga mérkőzések kapcsán Ákossal együtt tudtam dolgozni, ott indult el tulajdonképpen kiterjesztve, továbbvíve ezt a folyamatot az, hogy akkor igen, hogyha valami születési vagy halálozási évforduló van, akkor egy-egy adott íróköltő műveiből vagy azok címeiből idézgessünk. És itt is nagyon figyeltünk különben, mert azért itt is nagyon át lehetett volna billenni a másik oldalra, és rengeteg olyan azért ezek a versrészletek, mert először csak címekkel próbálkoztunk, és nyilván az nem okozott nagy nehézséget. Nyilván kell figyelni arra, ami zajlik a pályán is, és pontosan az adott helyzetbe illeszteni, viszont amikor már verssorokat próbál beilleszteni az ember, annak nem olyan a nyelvezete. Szóval ott már nagyon meg kellett húzni a határvonalat, hogy meddig engedjük el. De például pont egy, arra emlékszem Ákosra, talán az a legemlékezetesebb közvetítés, talán egy Tatenem meccset közvetítettünk január 1-én,
és akkor tele volt Petőfi idézettel az egész. Petőfi időzett, akkor is előkerül, és hát Petőfi évben vagyunk, amikor mondjuk túrázol, és akkor kiszakad belőled például a Hegyek közt című vers, amelyet rögtön meg is osztasz, és el is mondasz a Facebook népének, tehát hogy lehet nemesbe tartalmakkal is megjelenni a social médiában, mint mondjuk egy Petőfi verssel, vagy kedvenceid között tartatik számon például József Attila, tehát hogy ezek a versek, hát bizony előjönnek Rutka János oldalán is. Igen, bár hozzáteszem, hogy az elmúlt időszakban talán már kevesebbszer. Volt egy olyan időszak valóban, amikor az ember érzéseit, gondolatait próbálta verseken keresztül kifejezni, de ennek semmi más hátsó szándéka nem volt, nem szerettem volna népnevelő lenni, hanem én ezt így belülről így jött, és így tartottam jónak, és odaillőnek, és hogy valóban a versek között azért, akár kortárs versek között is minden egyes életszituációra találhatóak nagyon jó hasonlatok, idézetek, és akkor én úgy éreztem, hogy ezek illenek akkor oda. Különben rólam azért úgy általánosságban elmondható, hogy minden egyes döntésemet próbálom belülről meghozni. Nem nagyon szoktam az eszemre hallgatni, és akkor úgy éreztem, hogy ezek jöttek belülről, ez vagyok én, hogy ezt nem kell szégyelni. Nyilván itt is azért figyel az ember arra, hogy ne essen túlzásokba, de hogy igen, közel állnak hozzám. Igen, ez olyan kettősség benne, tehát ahogy mindent megtervezel, a koreográfiáját megalkotod egy-egy majdani közvetítésnek, ahogy erre a beszélgetésre készülsz a kis jegyzeteiddel, amit egyébként nem csak a hallgatóink, de a nézőink a YouTube-on is tudnak kontrollálni, hogy jegyzetekkel vagy felvértezve. Ezen közben az érzelmeid is kihoznak belőled olyan töltekezést, hogy versek megosztására, elmondására sarkallanak, vagy ahogy egy interjúban megfogalmazott, ha megérint egy téma, kifolynak belőlem a szavak, hangok vezetik ilyenkor a tollam. Tehát lehet, hogy nem csak interpretációra jó ez a fajta lelki kitólulás, hanem esetleg egy későbbi szépírói munkásság felé. Eljuthatsz egy olyan fokra, hogy ne csak interpretálj, ne csak a költői gondolatokat hozd meg, hanem te egy eszem első szemében Rutka János szépíró legyél, és novellista, szerző, eszészerző például, eszéíró. Nagyon sokan kérdezték tőlem anno, hogy nincs-e kedvem szakmai vonalon tovább menni, edzőnek lenni. És mindig azt mondtam, hogy ahhoz, hogy különben van B licenszem, amivel tulajdonképpen utánpótlásban felnőtt csapatnál is tudnék feladatokat vállalni, de hogy mindig azt mondtam, hogy ahhoz, hogy valaki egy adott területen olyan minőségbe teljesítsen, ahogy én azt gondolom, ahhoz nagyon sokat kell tanulni. Ahhoz nem elég az, hogy valaki valamilyen szintű labdarúgó volt. Nem elég az, hogy utána azért, mert válogatott játékos volt, elvégez 3 hónap alatt egy tanfolyamot, lesz egy licensze, és utána oda megy a gyerekekhez, akar velük bármilyen gyakorlatot csinálni, és meg nem tudja mondani, hogy mennyi egy 12 éves gyereknek az alapúzusa. Szóval ez jóval szélesebb ismereteket, tananyagot, tanulást, és abban ahogy te most például Barcelonában, nem tudom, hogy azt a tanulmányi időszakodat lezártad, vagy még mindig tart. Nem, azt már lezártam. Igen. De most talán adta. Mindig van valami, igen, az embert érdekli, és akkor próbálja magát fejleszteni. Szóval ezt azért mondom, mert hogy nyilván önbizalom kérdése is, meg döntés kérdés, hogy elindul az ember ebbe az irányba, de hogy én nem tartom magam írónak, mert hogy nem rendelkezem azokkal a képességekkel. Ahhoz, hogy valaki hány jól, könyvet szépen olvasunk, hogy jó, mondjuk hát, egy celeb néven. Már mindenki csinál mindenkit képzettség nélkül. Igen. Tehát ha erre várnál, hát akkor már most írd meg ezt a kötetet. Igen, de ha az embernek van egy minimális igényessége, aha, szerintem akkor ez ilyes formán nem vág bele dolgokba. De ettől függetlenül
különben nálunk is, a mi családunkban is, mint szerintem majdnem minden családban, nagyon sok érdekes történet van, amelyet én össze is gyűjtöttem, és tényleg rengeteg tragédia, rengeteg olyan fejlemény, ami szerintem hordozhatna olvasói igényeket kielégítő momentumokat. De még nem vettem rá magam, hogy ezeket így csokorba gyűjtsem és összeszedjem. Ugyanakkor például érdekes, hogy amikor abba hagytam 30 évesen a labdarúgást, akkor egyszer el kellett utaznom Edinburgh-ba, még játékos ügynöki mi voltomba, és amikor Edinburgh-ba a főpályaudvaron elindult a vonat London felé, akkor ilyen nagyon erős érzés volt, hogy ezt a képet, amit itt látok Edinburgh-ba, így fog kezdődni egyszer egy könyvem. És hogy ez így nagyon beragadt, meg nyilván vannak ilyen... Kezdőkép. Igen, hogy a kezdőkép megvolt. Szóval ezek a történetek az így megvannak a fejemben, de még nem jutottam odáig, hogy ezeket így összegyűjtsem. Hogyha ez erre bármikor sor kerül majd, abban biztos vagyok, hogy előtte valami tanulmányt ehhez hozzá rendelek. Különben a Gólkirálysággal kapcsolatosan, és amikor legelőször felkértek, akkor ott is az volt az első, hogy elkezdtem nézni ilyen amatőr színészi képzéseket, hogy akkor ezt, hogy lehet ebben egy picit jobbá válni, vagy több lenni, hogyha más ember elvállal ilyen feladatokat. Ha költészet, akkor hangulatodat, mostani életérzésedet tekintve továbbra is József Attila sorai szólalnak meg benned leginkább? A nagy kedvenc? Szerintem igen. Igen, hogy nagyon sokszor használtam különben újságírói pályafutásom alatt is, sporttal kapcsolatos cikkeknél is. Nem csak ők, más költőnek a gondolatait, ide sorolhatom akár Závada Pétert is, akinek például múltkor is a Vers a szerelemről és matematikáról című művét vezettem végig egy sporttal kapcsolatos értekezésen. Szóval sokszor emelek be úgy dolgokat. Telexnél volt is egyszer egy ilyen történetem, hogy írtam egy hosszú cikket, azt hiszem a válogatottról, és hogy végigfuttattam egy verset magán a cikken, és akkor ugye ez mindig, amikor bekerül egy rendszerbe, akkor ott még a több kézen átmegy addig, amíg ez megjelenik, és amikor visszajött a végleges verzió, és átnézték az egész cikket, akkor láttam, hogy bizonyos dolgokat kihúztak belőle. És a végén kihúzták az utolsó üzenetet. És akkor felhívtam, hogy hát de, hogy ez miért történt. Mert hogy előtte meg benne hagyták, és hogy az a versnek a vége, annak ott kell lenni, mert hogy úgy ér körbe a cikk. És akkor mondták, hogy hát ezt nem tudtuk, hogy ez vers. És szóval szólni kellett, hogy igen, hogy ezt akkor az jó lenne oda visszatenni. Bizonyos szóval, soraimat nem adom, és pláne, ha ez egy költő, és egy klasszikus költő sorai, akkor nem. Abszolút. Szóval igen, de hogy volt olyan például, hogy a Hiperkarma felejtő című dalszövegét használtam fel. Ezek így jönnek belülről, amikor elkezdek valamit írni, akkor így beugrik egy sor. Vagy olyan is van, hogy ez fordítva van, hogy nagyon szeretném ezt valahogy megfogni költői oldalról, és akkor elkezdek keresgélni ahhoz a gondolathoz verset, amiről írni szeretnék. De aztán van olyan is, hogy amikor meg úgy érzem, hogy na, ez most már egy picit too much, ez picit sok, akkor most ezt inkább ne vegyük bele, hanem ez nem kér egy verset még maga mellé, mert nem a versnek kell eladni a cikket, hanem magának a anyagnak, amiről ír az ember. Hát kultúrkalandoztunk itt az elmúlt órában. Kívánok neked a nyár további részére még nagy-nagy felfedezendő csodákat, és hát drukkoljunk a következő évadért művészbarátainknak, színházi közösségeinknek, függetleneknek, alternatívoknak, kőszínháziaknak. Drukkoljunk és segítsünk nekik. És segítsünk, igen, nem utolsó sorban. Öröm volt ez a mostani egy óra, és hát kívánok neked, János, a lelátók és a televíziós stúdiók mellett azért
további nagy nézőtéri élményeket is. Összegezzük szerintem évadonként, hogy mit láttunk, és hát ösztönözzük a hallgatókat is, nézőket is, hogy járjanak és segítsék a hazai kultúrát. Megéri, fantasztikus befektetés magunk számára is. Köszönöm, hogy jöttél. Nagyon szépen köszönöm a kívást.